Hát köszöntök benneteket nagy szeretettel. Ugye hát szokás szerint szombaton próbálunk egy kicsit gondolatot cserélni, illetve azért ennél többet is. A tudásunkat próbáljuk mélyíteni, és miután én annak vagyok a híve, hogy színesítsük is. És ugye azért nekünk van egy olyan múltunk, aminek azért van igenis nagy öröksége, meg igenis nagy távolsága. És én szeretek úgy előadókat elhívni, hogy ezeket az időket valóságszerűen meg is tudjuk élni. Sokszor azt mondja, hogy sokan nem tudtok eljutni olyan helyekre, amikről beszélünk, hisz jó magam is, egy csomó helyen nem voltam, de mégis azt kell mondjam, hogy az ismeret, a kutatási anyag elhozza nektek. Amivel viszont mindannyian fogtok tudni valamit kezdeni, az a belső hangotok, a megérzésetek, mert pontosan fogjátok tudni, hogy minden egyes szó, minden egyes gondolat, minden egyes kép, amit látni fogtok, kinyit nektek egy ajtót, egy ablakot, és megutaztathatjátok magatokat. Ugye nagyon sok színű és nagyon sokféle gondolatosság volt nálunk, sok előadó volt, akár a mai témákra, akár az ősi témákra, akár földön kívüli témákról beszélünk, de ne feledkezzünk meg egy nagyon-nagyon fontos témáról. A saját múltunk egyik jegyéről, a írásjeléről. És én úgy érzem, hogy talán ez egyik legfontosabb, hogy ezt méltó körülmények között, méltó emberek adjak át nekünk. Én úgy gondolom, hogy Friedrich Ára és Szakács Gábor két olyan gondolkodó, kutató, akik mögött több évtized van, akik mögött sok-sok felismerés van, és akik mögött nagyon sok elhallgatás is van. És ezt az elhallgatást nem kívánom feszegetni, nyilván az igazság az nem szerencsés minden fülnek, de az igazság nagyon szerencsés lesz minden magyar léleknek. Tehát azt kérem, veleteket szeretettel fogadjátok, és nyissátok ki nagyon-nagyon a lelketeket. Mert biztos vagyok benne, hogy igen nagy utazás lesz. Úgyhogy fogadjátok szeretettel először Friedrich Árát, és majd szünet után Szakács Gábor. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Szetrey Miklósnak, hogy itt lehetünk, és Barnának és Györgyikének, hogy elhoztak minket ide, mert korunknál fogva már egy kicsit akadályozottan közlekedünk. Pedig régen, ahogy már Miklós is előre vetítette, nagy területeket, nagy utakat jártunk be a magyarság ősi helyein. Köszönöm Miklósnak azt is, amit ma reggel hallottam egy YouTube ajánlásban, és különösen azt, hogy mennyire ráérzett arra, hogy a rovásírás területén is mire van szükség. Azt mondta, hogy a tiszta írás tanítására, és ebben nagyon igaza volt, ugyanis azt az ősi írást, amely eredetileg valószínűleg 32 betűből állt, és itt az aranymetszés szabálya is megnyilvánulnak, hiszen annyi betűből állt, ahány fogunk van, tehát minden összefügg a testben és a lélekben. Tehát azt mondta Miklós, hogy tiszta írást kell tanítani. Ezt a tiszta írást néhány éve igyekeznek felhígítani, a latin betűs írásnak olyan betűivel, amelyek soha nem voltak a székely magyar rovás írásban, tehát gondolok itt az X-re, az Y-ra, a Q-ra és a dupla V-re, amelyek egyetlen egy történelmi rovás emlékünkben nem szerepelnek, és sajnos igyekeznek most egy olyan szabványt létrehozni, egy olyan nemzetközi szabványt, amelyben ezek a jelek szerepelnek, és ezeket a jeleket, akik ezt akarják, mesterségesen alkották meg, holott ezek a jelek nem voltak benne. Ezek a jelek egyébként, akik az ősi magyar rovásírás tisztelik,
azokban nem sok kárt okoznak, hiszen ezek a jelek nem hordoznak semmiféle üzenetet azoknak a számára, akiknek az eredeti ősi írásunk fontos. Azt is felvetette Miklós, hogy tanuljuk, nagyon fontos, hogy tanuljuk meg, és itt kiosztottam néhány kis ABC-t, és az lenne a kérésem, ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, felnőtteknek is előadáson, hogy ma este, amikor hazamentek, engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket, írjátok le ezekkel a betűkkel, aki még nem ismeri ezt az írást, nem gyakorolja, írjátok le a saját neveteket ennek az ABC-nek az alapján. Nem kell ehhez semmiféle különleges előtanulmány, megnézitek a betűket, és egymás után jobbról balra leírjátok ezeket a betűket, a neveteknek a betűit, és azoknak a nevét, vagy annak a nevét, akit nagyon szerettek, akit legjobban szerettek, és akkor már azonnal meg fog ragadni benneteket ez az írás, és rá fogtok érezni ennek a szépségére. Az még a javaslatom, és még mindig Miklós YouTube ajánlásánál tartok, hogy gyakoroljátok szabad időtökben az ABC alapján ezt az írást, és ha Miklós erre lehetőséget ad, és valóban úgy tűnik, hogy sokan megtanuljátok, akkor pedig valamikor ősztáján, vagy jövő télen már tehát ismét eljövünk Gáborral, és akkor, hogyha vannak kérdéseitek, bármilyen kérdést, vagy beszerez Miklós egy táblát, és akkor gyakorolhatjuk is ezt az ősi írást. Először is, mielőtt rátérnék arra ennek az ősi írásnak egy nagyon régi emlékére, azért bevezetőként egy pár képet mutatnék a magyarok régi írásával kapcsolatban is. Először azonban két példaképünk Gáborral, egyikük Torma Zsófia régésznő, a 19. században élt, a világ legelső régésznője, a világ azonban ezt nem tudja róla, nagyon kevesen tudják, őt is elhallgatják, mivel abban az időszakban, a 19. században a finnugor elmélet uralkodott el, és Torma Zsófia máshol kereste a magyarság gyökereit, és éppen ezért őt elhallgatták. És ő egy erdélyi nemeslány volt, nem ment férjhez, vagyonát és életét a kutatásaira áldozta. A másik példaképünk Forrai Sándor tanár úr, ő a rovás írásnak az atya, hogy Gábor elnevezte, és ő az, aki egy olyan kiállítást alkotott, amely tulajdonképpen a tudósoknak a szűk területéről lehozta mindenki köré közé az ősi írásunkat, és ez egy vándor kiállítás volt, és megismertette ezzel a rovásírás alapjait és emlékeit. Csodálatos ember volt, látó ember, annak ellenére, ezt csak azért hangsúlyozom, mert körülbelül 60 éves koratáján elvesztette fokozatosan a látását, de még így is tartotta az előadásokat, és írta az ő cikkeit. Néhány gondolat a magyar rovásírásról, tehát ez egy jellegzetes, vonalas, egyenes szárú betűkből álló régi írásfajta, és ez egy túlélő írás, éppen ezért rendkívül régi lehet, ez az írás, mert minden íráshordozóra alkalmas. Betűírás, ami nagyon fontos, tehát nem képírás, nem fogalomírás, a betűírás az írásoknak a legfejlettebb módja, amikor minden hangunkra van egy jel, és ezzel bármit le tudunk jegyezni.
A magyar nyelvvel együtt fejlődött, de a 10.-11. században átkényszerítettek minket a latinbetűs írásra, amelyben 13 hangunkra nem volt jel. Azt hiszem, hogy majd ezt a 13 hangot is feltettem, mutatom. És ezt a rovásírást mi a szkíta hun avar elődeinktől, és ők pedig még régebbi elődeinktől örökölték. Kőkori emlékei is vannak, és ezek bizonyítják, hogy a Kárpát-medence a magyarok őshazája, és egyúttal az írásnak is az őshazája. Bizonyítják szkíta hun avar magyar folytonosságunkat, és az egész Kárpát-medencében használatos volt, tehát nem úgy, mint a latinbetűs írás, amely csak a papoknak, némely uralkodók se tudtak még írni, gondolok itt Nagy Károly Frank császárra, saját életrajzírója szerint is analfabéta volt. Az egész Kárpát-medencében használatos volt, és egyúttal bizonyítja az összetartozásunkat a trianoni diktátummal elhatárolt magyar testvéreinktől, mert az egész Kárpát-medence területéről vannak rovás emlékeink. Ezt az írást a krónikások, történetírók szkíta hun vagy hun székely írásnak nevezték, és ők bizonyára jobban tudják, mint a 20.-21. század hivatalos történetírói. Tisztelet a kivételnek természetesen. A rovásírásnál szükséges elkülöníteni a rovásírás fogalmánál a rovásírás és a rovás fogalmát. Tehát a rovás írás alatt minden régi betűs felületbe, felületre írt, gépelt, rót, tehát a számítógépes rovás írást is értjük ez alatt, vagy Csete Ildikónak a függönyökbe szőtt képeit is, tehát ez mind rovás írás, vagy rovás számírás. A rovás viszont csak a felületbe rótt írást vagy számokat jelenti, tehát amikor ebbe a felületbe bemélyítjük, és a felület anyagában változás következik be, tehát ezt nevezzük rovásnak. Meg hát gyerekkorunkban mi még Gáborral kaptunk rovást is akkor, hogyha nem megfelelően viselkedtünk az iskolában. Szinte csak a magyar rovás írásra jellemző tulajdonság az úgynevezett összerovások, ligatúrák használata. Ez nagyon fontos, mert ez kiemeli a többi rovásírások közül a magyar rovásírást, hiszen más népeknek is volt rovásírása, például ugye az etruszkoknak, germánoknak a rúnaírás, ezek is mind keményebb anyagra, felületre, kőbe, fába vésett, vagy hasonló jellegű nagybetűs írások voltak. Azonban ezek a összerovások, ezek a rövidítések, ezek kiemelik a magyar rovás írást, ugyanis ezek a rövidítések, ezek egy gyorsabb és mélyebb gondolkodást igényelnek. Tehát például ez is egy játékos összerovás, a gyerekek nagyon szeretik, ez a zsuzsa szó felül, és alul pedig ilyen játékos, képes módon össze lehet róni. Tehát nagyon sok játékos lehetőség van a rovás írásban, ezért a gyerekeket könnyen meg lehet fogni vele. A rovásírás egyik jellegzetessége, hogy jobbról balra íródik, ez a régi írásoknak a formája, tehát a legrégibb latinbetűs írás is, a régi kövekre írt latinbetűs emlékek, ezek is jobbról balra íródnak, görög vázákon maradtak fönt jobbról balra írott szövegek. Itt például egy római, a Krisztus előtti 6. századból egy latin
betűs emlék, a prenesztei fibula, ez is ugye a betűk jellegéből nem kell ahhoz latinul tudni, de látjuk, hogy jobbról balra haladnak, hiszen az E betűszerű jelek is arra felé vannak nyitva. Tehát ez egy ilyen, ez is bizonyítja a rovásírás régiségét, hogy jobbról balra íródik, és ezt mi meg is őriztük. Egy betűsort mutatnék, nagyon szép, Mátyás király korabeli 1483-ból az úgynevezett Nikolsburgi ABC, ez az Országos Széchenyi Könyvtárban jelenleg is ott van, és nagyobb kiállítások alkalmával ezt is bemutatják. Nagyon alkalmas díszítésre a rovásírás, ez a 16. kerületi református gyülekezet templomában, a himnusz egy szép nagy tűzzománc táblán látható. A terjesztéséért, most nem azért, hogy a férjemet dicsérjem, de rendkívül sokat tett Gábor az utóbbi 25 évben, például 12 Kárpát-medencei rovásírás versenyt szervezett, az egész Kárpát-medencére kiterjedő, és ezek a versenyek, ezek már elődöntőkkel zajlottak, tehát évente körülbelül 10 000 pedagógust és gyereket mozgatott meg a Kárpát-medencében. Sajnos ez is olyan okok miatt, amit Miklós is említett, hogy nem mindenkinek tetszik, ha terjed az ősi műveltség, sajnos ezek a versenyek is anyagi támogatás és egyéb piszkálódások folytán aztán végül is megszűntek. A másik, amit szintén Gábor kezdeményezett Magyarországon, de Székelyföldről indul ki, tehát ő a Székelyföldön kezdeményezték először, ez pedig a rovástábláknak az állítása, a rovásírásos helységnévtábláknak. Hangsúlyoznám, hogy később erre is rátelepültek anyagi okokból, és fémtáblákat kezdtek állítani. Azonban mi ezeknek a szép faragott tábláknak a hívei vagyunk, ugyanúgy, ahogy a rovásírásban a kézírásnak a hívei vagyunk, hiszen a kézmozgás közvetíti azokat az energiákat, azokat az erőket, amelyeket ez a régi írás is át tud nekünk adni. Ha a számítógép billentyűjét nyomogatjuk, hiába tudunk vele rovásírás szöveget írni, az nem olyan igazi, és ezek a fémtáblák sem olyan hatásosak, mint amikor egy kis csoport egy településen elhatározó, hogy rovástáblát fog állítani, és összegyűjtik hozzá az anyagot, összegyűjtik a mesterembereket, majd a végén egy kis ünnepséggel megünneplik, amin esetleg még az iskolás gyermekek is részt vesznek. A Székely magyarnak is nevezett rovásírásunk, azért nevezzük Székely magyarnak, mert Székelyföldön és a székelyek őrizték meg legnagyobb számban az emlékeit, ezért Magyar Adorján rovásírás kutató és néprajz kutató tisztelte meg a székelyeket ősi írásunknak ezzel az elnevezésével. Itt látjuk az emlékeit az egész Kárpát-medencéből és a Kárpát-medence környékéről összegyűjtve nagyon távoli időkből is, tehát például a bajóti, amelyik 12 és 16 ezer év közötti a bajóti csont pálcavégen lévő rovásjelek. És a rovásíráshoz szorosan hozzátartozik a magyar nyelv, ugyanis, mint említettem, minden magyar hangunkra van jel a rovásírásban, amik ugye a latinbetűs írásban a 12. században, 11. 13 hangunkra nem volt jel. Sajnos nagyon kell vigyáznunk a magyar nyelvünkre, rettenetesen fogynak a magyar szavak. Ezt az ijesztő szöveget jegyeztem le egy vasárnapi ebédnél a Kossuth rádióról.
egy az utca emberét kérdezték meg valamilyen okos telefonos alkalmazásról, és azt mondta, hogy azért szereti ezt az alkalmazást, mert az applikáción automatikusan szinkronizálni tudja a tranzakcióit. Ez volt egy magyar mondat a 21. században az utca emberétől, tehát itt tartunk sajnos, és erre is nagyon kell figyelnünk. És most áttérek arra, ami a gyökerekhez vezet vissza, ennek az írásnak a gyökereihez, a tatárlakai táblácskákhoz és a tatárlakai leletekről szeretnék néhány ismeretet átadni. Először is megmutatnám azt a műveltségi kört, amelyből ez származik, tehát ezek nagyjából egykorúak is, a tászoktető, szegettűzköves, és akkor itt egymás mellett tatárlaka és tordos, tordos, ahol Torma Zsófiának az első ásatásai zajlottak, Vincsa település, ide ugyan Belgrád van írva, de az nekünk Nándorfehérvár, és akkor ott pedig Bajót, Kisunyom, tehát mindezekről a területekről, ezek a rendkívül régi 8-9 ezer éves leletek, írásleletek maradtak fent. Tatárlakáról, ha említésre kerül, akkor mindig először Nikolaj Vlassa, román régésznek a neve vetődik fel, mert valóban ő volt az, aki kiásta. Most ehhez hozzányúltam. Mit csinálja? Semmit? Jó. Jó, majd következőnél nem jelenik meg? Nem. Jó. Tehát Orosz Endre, ő egy úgynevezett autodidakta régész volt, nem tanulta iskolában, egyetemen a régészetet, viszont nagyon nagy eredményeket ért el, és 116 évvel ezelőtt, 1906-ban ő talált rá a tatárlakai telepre, és ő ásott ki ott jelentős leleteket. Tehát 1906-ban kezdődött ez a történet, aztán 1942-ben is volt egy hivatalos régészeti feltárás, viszont a mi három táblácskánkat és a hozzá tartozó leleteket 1961. szeptemberében Nikolaj Vlassa régész az erdélyi kolozsvári történeti múzeumnak a régésze találta meg az ásatásán, és őről annyit kell tudni, hogy az édesanyja magyar volt, Zöldi Juditnak hívták, és egy román kollégája, Lázárovics írta róla, hogy Vlassa jól beszélt magyarul, hiszen ez volt az anyanyelve. És akkor nézzük, mit tartalmaznak azok a leletek, amelyet ő 1961-ben a táblácskákkal együtt talált. Tehát összetört és megégett emberi csontok. Aztán ezekből az agyakszobrocskákból 28-at találtak, itt most csak hármat mutatok, és nem mindegyik agyak. Itt ez az első, önöknek a jobboldali, ez egy agyakszobrocska, és a másik kettő pedig alabástrom. Ugye 28, felmerül az emberben az a gondolat, hogy miért 28 agyakszobrocska. Hát a holt hónap az 28, és miért 26 agyag, és a két nemesebb anyagból, az alabástromból 2, valószínű, hogy azért, mert ugye a holt hónapnak is a két jeles napja az új hold és a telehold, tehát bizonyára ez a két alabástrom szobrocska képviselte a két jeles napot, és a 26 pedig a többit, és valószínű, hogy ezt
gondolom, vagy időjárási, vagy egészségügyi, de mindenképpen a holdjáráshoz kapcsolható tevékenységhez kapcsolhatták. Tehát a 28 szobrocskán kívül találtak még egy agyakhorgony, egy csőtalpas edénynek a darabjait, egy kagyló karperecet, azt ott látjuk, azt a félkör alakút, egy bizonyos tengeri kagylónak a karperecét, egy nagy vázának a váltöredékét, és ami a fő tárgya az előadásnak, ezeket a táblácskákat, egy korongot és két táblácskát még. Ezeknek a táblácskáknak a méretei vannak itt ezen a következő képen. Különböző kis eltéréssel különböző méreteket állapítottak meg a kutatók, természetesen Vlaszának az adatai, hiszen ő találta meg először a mérvadók, és tehát ekkorák voltak ezek. Lényeg, hogy a korong az úgy nagyjából 6,6 cm átmérőjű volt. Még egy kicsit ide visszaugrom. Vitatott az, hogy férfi vagy nő volt-e az elhunyt. A volt Szovjetunió Tudományos Akadémiájának sumerológus szakértője, hatalmas címei vannak, de a neve nincs ott. Ő szerinte férfi volt, és Vlasza szerint is. Most nem magamat szeretném fényezni, de amikor találkoztam és alaposan átolvastam ezeket a leleteket, akkor az volt a véleményem, hogy itt egy hölgyet temettek el, részint a kagyló karperec alapján, részint pedig ugye itt ennek a korongnak a jobb oldali felső sarkában van egy ilyen fésűszerű jel, és ez a fésűszerű jel, ez a Húsvét szigetektől kezdve az ősi kínai leletekig, ez úgy általában asszonyt jelent, tehát a fésű az asszonynak a jelzője, tehát ennek alapján úgy gondoltam, hogy hölgy volt az elhunyt, az elhamvasztott, és aztán ez később be is igazolódott. Nem elszigetelt leletek ezek, tehát nem az van, hogy csak tatárlakán, máshol is találtak a Kárpát-medencében, és a Kárpát-medencétől délebre eső területeken is hasonló korongokat, de ez például Dél-Erdélyben Torma Zsófia régésznő gyűjtéséből valók ezek a jelek, és nagyon sokon felismerhetők a mai rovás írásunknak a betűi. A korával kapcsolatban Vlasza szerint a Krisztus előtti 2900-2700 évek közé, tehát 4900-4700 éves, a szénizotópos vizsgálatok alapján pedig ugye 5000 és végül is itt egy legújabb kori lele vizsgálat 5280 és 5140 között Krisztus előtt, tehát 2000 évet hozzá kell adni. Itt hatalmas viták voltak, tehát nemzetközi vita alakult ki, a világ összes jelentős sumerológusa és történésze és régésze között, ugyanis ebben az időben került elő, illetve nagyjából, hát ugye pár évtizeddel azért korábban, de még mindig küzdött egymással az a két régész csoport. Egyikük a hagyományos számítást fogadta el, másikuk pedig a szénizotópos vizsgálat eredményeit, a szénizotópos vizsgálat csak nagyon lassan tudott teret hódítani, és ez mutatkozik meg a különböző kor meghatározások között is.
mind Vlassa, mint egyéb tudósok kapcsolatba hozták Mezopotámiával ezeket a jeleket, a sumér műveltséggel ezeket a jeleket. Itt két táblácskát mutatok, amin valóban vannak hasonló jelek. Mi azonban a különbség, ugye most már ismerjük a tatárlakai tábláknak a korát, és itt látjuk a mezopotámiai leleteket is, tehát legkevesebb, hogy 2000 év van köztük, tehát a kárpát-medencei leletek, a kárpát-medencei írásleletek és a tatárlakai táblák legalább 2000 évvel idősebbek és korábban keletkeztek, úgyhogy ez is az egyik alapja annak, hogy azt gondolom, hogy az írás nem Mezopotámiából terjedt fölfelé, hanem a Kárpát-medencéből terjedt lefelé. Ez egy folyóirat volt 1981-ből, amelyben először lehetett Magyarországon, pontosan 20 évvel később lehetett csak Magyarországon a tatárlakai táblákról olvasni, amelyet 61-ben ástak ki, és aztán végül 1981-ben jelent meg egy részletes tanulmány, és így is az újság veszélybe került, tehát akkoriban be is akarták tiltani emiatt, de aztán végül is nem történt ez meg. Ez volt az az újság, és ebben a számban. És egy svéd régész szeretnék idézni, tehát ő leírja azt, hogy ezek körül a táblák közül milyen viták voltak, Anders Kalif svéd régész. Azt írja, hogy az agyagtáblák nem voltak kiégetve, amikor a földben felfedezték ezeket, ennek ellenére jó állapotban maradtak fenn. Anyaguk nagyrészt méztartalmú homokkal összekevert kisebb mennyiségű agyag volt. A táblák anyaga a tartósítási hibák folyamán megsérült, törékenyé, töredezetté vált, többek között, mert savas folyadékkal tisztították őket, amely nagyon káros hatással volt a messzes anyagra. A tartósítás során elkövetett hibák hozzájárultak ahhoz a gyanúhoz, hogy ezek a táblák tulajdonképpen hamisítványok, tehát azzal is megvádolták Vlasszát is, és az ott résztvevő régészeket, hogy ők maguk helyezték be a táblákat a lelőhelyre. Maria Gimbutas, litván-amerikai régésznő, ő nagyon nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a leleteknek, és az írás első formáinak tartja őket. Ebben az előbb említett Forrás című újságban néhány vélemény is megjelent külföldi kutatóktól, elmondanám, mert érdekesek, hogy hogyan álltak hozzá a táblákhoz. Például Alexander Kifishin, szovjet sumérológus fejtegetése szerint ezen a területen ős szlávok éltek, tehát a Kárpát-medencének ezen a területén, és ezek az ős szlávok készítették ezeket a táblákat. Hát ugye ez a pánszlávizmusnak az egyik szép terméke. Ádám Falkenstein, német sumérológus szerint sumér hatásra jött létre az írásbeliség tatár lakán, hát ugye sumérológus nem is mondhat mást. Sinclair Hood, angol régész szerint sumér kereskedők hozták fel Erdélybe. Legérdekesebb a Szovjetunió Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének egy munkatársa, mely szerint a hölgyet, illetve hát akkor még bizonytalan neműnek tartott szemét, akinek a csontjait megtalálták, egy akkori istennek áldozták fel, majd pedig miután megsütötték, utána megették. Tehát ez is egy tudományos vélemény volt. És Maria Gimbutas, akit itt idéztem, a tartáriai feliratos tárgyak
eredeti vincsa alkotások, tehát nem Mezopotámiából kerültek föl, 2000 évvel korábbiak a sumér civilizáció kialakulásánál rendkívül lényeges, ugyanis Maria Gimbutas, a világ egyik vezető régésznője nemrég hunyt el, és rendkívül nagy hatást gyakorolt a leletek korának a megítélésére. És ezt írta, tehát megismétlem, 2000 évvel idősebbek a sumér civilizáció kialakulásánál, és 3000 évvel idősebbek az égei-tengeri műveltségnél. Tehát nem én, mint árvalányhajas, dilettáns kutató, hanem egy amerikai egyetemi tanár régész jelentette ki ezeket. Egy magyar történész, nyelvész is volt olyan bátor, hogy azt írta, hogy írásjeleknek kell tartanunk a tatárlakai táblákat, és a Maros mentén valamikor Krisztus előtt 4000 körül kísérletet tettek az írás bevezetésére. Ő Vékony Gábor volt, rendkívül nagy tudású régész történész, aki viszont azóta sem, utólag sem került be a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. Szintén nem került be Makai János ősrégész, aki egy nagyon fontos, sajnálatos eseményt, ugyanis Nikolaj Vlasza 50 éves korában váratlanul elhunyt. Makai János Tartárirai Leletek című könyve, ő egy szintén nagy tudású ősrégész, érdemes, akit bővebben érdekelnek a leletek, antikváriumban megrendelni, nagyon sok régészeti és fontos adatot tartalmaz. 1994-ben írtam először egy tanulmányt a leletekről, és körülbelül 50 megfejtési kísérletet gyűjtöttem össze ebben. Nagyon sokan próbálták megfejteni a táblácskákon lévő jeleket. Forrai Sándor, akit az elején bemutattunk, mint akit tisztelünk nagyon Gáborral, ő is a tatárlakai korongot tette könyvének címére, és itt a könyvön belül részletesen ismertette, és 4 székely rovásbetűt, az F, Z, N és G rovásbetűt ismerte fel rajta, és még összerovásokat is, majd arra később ki fogok térni. Gáborral 2004-ben jártunk először a Kolozsvári Múzeumban, de előtte Gábor már 2003-ban járt ott, a táblácskákat nem találta, nem voltak ott, külföldön vizsgálták akkor a táblácskákat Németországban, és hazatérve írt egy román nyelvű levelet, Romániában élő ismerősök fordították le a múzeum igazgatójának különböző kérdésekkel. Hát ez olyan 18 éve volt, de még mindig várunk a válaszra, hogy a kérdésekre. Aztán 2004-ben elmentünk a múzeumba, és akkor itt a 3 táblácska ez másolat, és a többi leletek azok pedig eredetiek voltak, és egyéb leleteket is láttunk Torma Zsófiától, itt például Torma Zsófia edényleletei, ezek szintén 6000 év körüliek, és az edények alján mesterjegyek, írásjelek láthatók. Tehát ezek is nagyon fontos írásemlékeink. Ezek ott a Történeti Múzeumban voltak, nem beszéltek magyarul az alkalmazottak, de nagyon udvariasak voltak. A
A románok, miután látták, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem foglalkozik egyáltalán a leletekkel, sőt elhatárolódik tőle, természetesen nem haboztak lecsapni rá, és 2003-ban egy emlékművet állítottak a tatárlakai leleteknek és a tatárlakai ásatásoknak. Ezekben szó sem esik arról, hogy itt a magyaroknak bármi köze is lehetett volna, vagy esetleg itt régen Magyarország, Nagy-Magyarország területe volt. Ez az a bizonyos emlékmű, ez ott a bejáratnál. Azért egy kicsit ott oda tettem a Torma Zsófia képét, ott is hagytam. Hát, hogy meddig volt ott, azt nem tudom. Mindjárt nézem a fordítást, mert ilyenek jelentek meg itt a... Valahol megvolt ez a fordításom. Igen, tehát ez a felirat azt jelenti, ez ezen a románok által állított emlékművön volt, tatárlaka Krisztus előtt 5500-ból első írott üzenet az emberiség történetéből. Hát ez idáig igaz is. És a második tábla pedig... azt mondja, hogy Szaliste a község polgármesteri hivatala az emlékművet az úr 2003. esztendejében június 22-én emelték. Tehát ilyen szépen le is foglalták maguknak ezt a fontos területet. Ebben a kötetben jelent meg, amikor összegyűjtöttem az 50 megfejtést és az akkori eredményeket a tatárlakai korongról, ez 2005-ben volt. Aztán 2006-ban a Magyar Demokrata hetilap megbízásából jártunk Gáborral és Víg Sándor operatőrrel tatárlakán, Tordoson és a Kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeumban. A múzeumban meg tudtuk tekinteni, mint az előbb mutattam, a korongot, két táblácskának a másolatát. Ez az állomás, amelyről Orosz Endre, akit ugye legelőször említettem 1906-ból, ez az a vasút állomás, amellyel szemben található a lelőhely. Ez a Maros part, és hogyha nem nézünk az állomás felé, hanem háttal az állomásnak állunk, akkor tulajdonképpen nem sok változás történt 7000 év alatt, és az ember nagyszerűen bele tudja élni magát, hogy itt 7000 évvel ezelőtt szinte egy városszerű település volt, és nyüzsgött az élettől. Itt is még úgy valószínű, hogy igen, ugyanígy nézett ki ez a terület 7000 évvel ezelőtt is, tehát innen, erről a területről kerültek elő a táblácskák. A románok aztán tovább mentek egy lépéssel, mivel a Magyar Tudományos Akadémia továbbra is elhatárolódott, hogy bármi közünk is lenne ehhez az ügyhöz, és 2010-ben egy Vasile Majerán és Dán Dulcsú nevű szerzőpáros egy ilyen könyvet készített a tatárlakai korongokkal kapcsolatban, és ebben, mint ősi román írásemléket említik. Gábor, a román írásemléke a tatárlakai korong, román írásemléke a tatárlakai korong, vagy román rovás, tehát több újságban írta meg ezt a történetet, és aztán ez szerencsére még Erdélyben is sok helyen megjelent. Tehát
sajnos így állunk a saját, egyébként a Román Tudományos Akadémia és Román Történészek és számtalan mutatós könyv jelenik meg, és számtalan kiadvány és szent leleteknek nevezik hivatalos Román Egyetemet végzett régészek ezeket a táblácskákat, viszont nálunk kizárólag, mint edény ornamentika, edény díszítés, amihez semmi közünk területileg és történelmileg, tehát ez a hivatalos állásfoglalás. Ja igen, még ez Tatárlakán, tehát ez az a hely, ha tetszenek látni, a Maros állandóan kiöntött, és az a függőleges rész, amit látunk, az a Marosnak az árterülete, amely befette ezt a bizonyos Tatárlaka nevű települést, és akkor itt vannak az ásatási helyszínek, és itt, még hogyha önök elmennek, és szívesen ott bogarásznak egy ideig, akkor kint a talaj felszínen is lehet látni ilyen kisebb-nagyobb darabkákat, némelyiken még egy kis díszítő vonalka is van, tehát az egész hatalmas területen még lehet ilyen kis cserép töredékeket találni, hát nem edényeket, nem nagyokat, de ilyen kis cserép töredékeket. Tehát ez volt az a réteg, amely itt 7000 év alatt rákerült az alaptalajra. Aztán, hát a viták tovább zajlanak, egy Kvazim nevű asszirológus hölgy cikket közölt egy német folyóiratban 2013-ban, és ebben a román régészt Vlaszát hamisítással vádolja, és egy Vladimir Milojcsics nevű szerb ókor történészt pedig bűnpártolással, mert ők is azt állították, hogy ez egy jelentős régészeti lelet, amely már tulajdonképpen íráshoz köthető. 2014-ben történt ismét egy fontos dolog. Egy román régész, szintén ő, szintén román, tehát ugyanezen a területen, Tatárlakán, de néhány kilométerrel arrébb az eredeti táblácskától újabb írásos táblákat talált, egy nagy telepnek a helyét találta meg. Nagyon hatalmas hírverést kapott ez a 2014-es tábla. Nem akarom leszólni, hiszen itt tulajdonképpen a mi őseinkről van szó, csak a hírverést szeretném leszólni, hiszen látjuk, hogy mennyivel rendezettebb az az 1961-es, és ez azért közel sem olyan rendezett, és közel sem annyira sok és jól látható, jól értelmezhető jel van rajta, mint az 1961-esen. Ugyancsak talált egy csontfüggőt, ezen is rovás jelek vannak, természetesen nem kapcsolják a magyarsághoz ez sem, hiszen ugye úgy tanulják még a gyerekeink, és ezt sajnos itt nem történt változás, hogy a besenyők üldöztek be minket ide 895-ben vagy 896-ban, tehát sajnos a hivatalos álláspont még mindig ez, és még a kettős honfoglalás László Gyula elmélete sem elfogadott. Nagyon aranyos történet, ugye a románok, szerbek egyaránt a Nagy Magyarország leleteit mind kisajátítják maguknak, és mind saját őstörténeti és művelődés történeti emlékeiket hirdetik, és természetesen ők ezt tanítják az iskolában. Ez az úriember, ez a Vasics nevű úriember, ő nagyon sok eredményét lenyúlt a Torma Zsófiának azon a területen, és kutatott, ahol Torma Zsófia, természetesen Zsófia akkor már nem él, de nem hivatkozott Zsófiára. Na most Vasicsról 2019-ben kiadtak egy bélyeget,
És itt látjuk, hogy Vasics feje mellett, ott a jobb füle mellett ott van a tatárlakai korong. Mi ebben az érdekes? Az, hogy Vlasics 1956-ban elhunyt, 56-ban, a korongot pedig 1961-ben találták meg. Ennek ellenére az emlékbélyegen szerepel, ugye, és már aki nem ismeri a történetet, az azonnal összekapcsolja, hogy minthogyha Vasics találta volna meg, vagy bármilyen érdemei lennének a koronggal kapcsolatban. Az újabb korai kutatásoknál érdemes megjegyezni dr. Boros László nevét, akinek az a véleménye, hogy ez a tábla, ez tulajdonképpen egy, bocsánat, mert nem írtam föl, és ez a biokémia, ez nekem nagyon távol esik tőlem. Az a kérésem, hogy olvassák el, hogy mi van odaírva, mert... Tehát ő biokémiai jeleknek értelmezi ezt. Addig iszom egy kis vizet. Igen, most már kezd összeállni. Tehát a H a hidrogén, deutérium, a D, bocsánat, oxigén, szén és kémiai elemek. A Gábor olyan szerencsés, hogy nem vagyok bőbeszédű, és most kicsit sokat beszéltem. Úgyhogy ezért... Majd én befutolom. Nem, köszönöm, mindjárt vége. Köszi, mindjárt vége. Négy megfejtésről szeretnék még említést tenni. Az egyik Barát Tibor, régész történész, a Kolozsvári Egyetem tanára volt, és ő, neki az a véleménye, ő a 1906 és 1992 között élt, és az a véleménye, hogy itt Tatárlakán egy napvárta, egy csillagvizsgáló volt tulajdonképpen, tehát gyakorlatilag ugyanolyan jelentőségűnek tartotta, mint ahogy ma a Csíksomlyó, tehát ahhoz hasonlította, egy ősi csillagvizsgálónak tartotta ezt. És azt mondta, hogy a lyukak tulajdonképpen a felfüggesztésre szánt lyukak, ezek tulajdonképpen nem azért vannak, mert itt függesztették fel ezeket a táblákat, hanem ezen keresztül figyelték a napot, és az a táblácska, amelyiken nincs lyuk, az a téli napfordulónak a téli napforduló emlékére készült, vagy akkor használták fel, azért nincs rajta lyuk, mert akkor nincs nap. Tehát ő egy ősi csillagvizsgálónak, napvártának tartja. Fórai Sándor szerint, és ebben egyetértek vele, az FZN rovásötös és összerovások is, ND vagy BP, tehát itt ezen a jobboldali, bocsánat, igen, itt is látható, és az a véleménye, hogy ezek rovás jelek. Itt egy vita alakult ki Badinyós Ferenc sumérológussal, ugyanis ő szerinte itt ezen egy ősi sumér szöveg olvasható, és az, hogy
a dicső ősi boldogasszonyunkhoz, hogy oltalmazzunk minden titok dicső nagyasszonya, vigyázzó két szemed óvjon a nap atyánk fényében, és hát ezen vitatkozott Forrai Sándor és Badinyós Ferenc, de ebben az esetben itt Forrai Sándorral értünk egyet Gáborral. Bár a Labat szótár Badinyós Ferencet igazolja. Néhány szó a saját elképzelésemről. Szerintem ez egy hamvasztásos sírlelet, egy hamvasztásos temetkezés, és a hölgy egy vallási vezető volt akkoriban, erre a 28 agyagszobrocskáról, illetve 28 szobrocskából következtettek, amiből ugye 28-ból 2 az nem agyagból készült, hanem nemesebb anyagból, és ő egy vallási vezető lehetett. Ezt a korongot elhunyta után a nyakában viselhette, csak az akasztó, amivel felakasztották a nyakában, az elhamvat. Ezek egyetértek Forrai Sándorral azzal, hogy rovásjelek láthatók a korongon, és Kárpát-medencei képírás. Ugye a sumérológusok ezt sumér és mezopotámiai képírásnak nevezik. Azonban, ha ez 2000 évvel fiatalabb, 2000 évvel, illetve bocsánat, 2000 évvel idősebb és 2000 évvel korábban készült, mint a hasonló mezopotámiai táblák, akkor mindenképpen Kárpát-medencei képírásról és nem mezopotámiai képírásról kell beszélnünk. Várjuk, hogy lenne egy kérdésem. Igen. Nagyon sokszor téma a sumér kultúra, civilizáció, és én nagyon sokszor hallottam előadótól, és nagyon tévesnek érzem, hogy mi az írást Sumériától vettük át. Bizonyítottan sokkal régebbiek vagyunk. Igen. És ez egy megerősítés. Igen, igen, mindenképpen. Mindenképpen a Kárpát-medencéből indult ki az írás, hiszen a tatárlakai korongnál van egy még régebbi, a bajóti pálcavég, ami 12-16 ezer éves, ez egy csontpálcavég, és ezzel már olyan rovásjelek vannak, hogy bizony a francia barlangokban, és azok a kutatók is nagyon megirigyelhetik ezt a leletet, mert sokkal kifejezettebben láthatók ezek a jelek. És ez már betűírás, ami fejlettebb, sokkal fejlettebb, mint ugye a mezopotámiai ékírás. Tehát ezek egyértelműen betűket, hangokat jelentő jelek, amik sokkal fejlettebbek, mint az ékírás. Hát akkor kijelenthetjük, hogy nagyságrendben igen, igen, igen. Nem voltál bent. Nem voltál benne, de ezt a Maria Gimbutas régésznő is alátámasztotta, hogy 2000 évvel idősebb ez a tatárlakai műveltség, a mezopotámiai műveltségnél, és 3000 évvel idősebb az égei tengeri műveltségeknél. Tehát itt erről... Igen, igen, és nem is én mondtam, hanem ugye a Los Angeles-i egyetemnek a... egyetemi tanára. Ez a második táblácska, ez a szintén egy átlyukasztott táblácska, és ez véleményem szerint azt jelzi, hogy mivel foglalkozhatott az elhunyt hölgy, tehát ez most nem személyesen nem az, ami a nyakában volt, és nem az, ami az ő nevét és még közelebbi részleteket tartalmazza. Tehát ugye látunk itt ágakat, növényeket, egy kupaszerűséget, és akkor itt jobb oldalon látjuk ezt az urnaszerűséget, ami fölött látjuk a táblácskákat, egyenes vonalakat. Ezek feltételezések, amiket most elmondok, az én feltételezéseim, tehát egyáltalán nem biztosak, és itt úgy tűnik, hogy abban a bizonyos csőtalpas vázában, amit láttunk az elején,
itt éppen azt mutatja be, hogy ebbe helyezték bele a táblácskákat, és az urnába pedig a csontokat, tehát itt az urnának is a jele, és az elhelyezésnek, a tábláknak az elhelyezésnek a jele. Ez feltételezésem szerint itt egy lovacskaszerű, esetleg lótenyésztéssel is, vagy állattenyésztéssel is foglalkozott. Tehát ez egy ilyen három részből álló tábla, és ugye ez a vég, amikor az urnába elhelyezték a csontokat és a táblákat. Ez feltételezésem. Ez a harmadik pedig feltételezésem szerint az ő népéről szól, az ő népének a sorsáról. Ezt úgy nevezem itt középen, hogy egy életfa. Ez az a bizonyos szarvas, amit aztán később, évezredekkel később csoda szarvasnak is neveztek, és az pedig a bal oldalon, ezt egy ilyen ördögi lénynek tartom, aki támadja ezt az életfát, és támadja, és elűzi a lakóhelyéről a szarvast, a szarvasnak a népét. Ez egy ilyen kicsit költői feltételezés, magyarázat. A tatárlakai leletekből és más kőkori leletekből, amit bemutattam, azt a következtetést vontam le, hogy volt egy 32 betűs ős ABC-nk, és ez a bizonyos ős ABC pedig így nézett ki, ezekkel a hangértékekkel is. Ugyanis néhány ilyen kőkori, és ezt majd esetleg, ha valamikor később lesz lehetőség Torma Zsófia munkásságát bemutatni, és más kőkori leleteket, azokon néhány egyszerű két-három betűs szót, azt magyar nyelven is meg lehet fejteni, magyar nyelven is lehet értelmezni, ami alá támasztja ezt a, ennek az ABC-nek, ez egy feltételezett ABC részemről. És itt még egyszer ez az összefoglalás a Kárpát-medencei ősi írásjelekről, és látjuk itt a jobb oldalon a székely magyar rovás írás, hogy mindenképpen ebből, ezekből a jelekből, ezekből a kőkori jelekből fejlődött. Tehát hangsúlyozom, hogy nem a türk ABC-t vettük át, amelyik sokkal későbbi, tehát 6.-7. században, Krisztus utáni 6.-7. századból származik a türk ABC, egy teljesen zavaros. Ugye itt megvan először a 32 hang, és mindegyiknek megvan hozzá a betű, tehát nem egy olyan zavaros valami, mint a türk ABC, ami, ahol egy jelre több hang van, és több hangértéke is van. Tehát, szóval ez egy teljes zűrzavar, most azt nem hoztam el a türk ABC-nek a képét, ez egy teljesen egyértelmű fejlődési folyamat, tehát nem türkből, nem mongolból, a finnugoroknak nem volt írása, tehát azt pedig már ugye ezért is igyekeznek elhallgatni, hiszen hogy néz az ki, hogy a rendes finnugor népeknek nem volt írás, összeknek a rendetlen magyaroknak meg ilyen írása volt, hát ezért legjobb ezt elhallgatni. Igen, egy ajánlat, egy könyvajánlat, ebben foglaltam össze, ez 2021-ben jelent meg a Magyarok Világszövetségében, lehet kapni ezt a füzetet, és ebben foglaltam össze a legújabb kutatásokat a tatárlakáról, Torma Zsófiáról, és itt más szerzők is, akik szintén például egy svéd professzor, a svéd egyetemnek a tanára, ő is nagyra értékeli Kárpát-medencének az ősi műveltségét. Ez a honlapunk, itt sok mindent tudnak követni, és akkor
Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm még egyszer a meghívást, és akkor majd átadom a szót Gábornak. Szünet után. Köszönöm szépen.